A rózsaszín és májvaszínű gyöngyök országszerte a HPV elleni küzdelmet szimbolizálják, hiszen több mint 90%-át ez a vírus okozza a méhnyakráknak. 2020-ban Európán belül Magyarországon volt a legmagasabb a daganatos megbetegedések, illetve a daganatos betegségek okozta halálozások száma. A nők esetében az emlődaganat és a méhnyakrák okozta halálozás vezető helyen van, pedig létezik prevenciós módszer. Az elsődleges prevenciós módszerünk az a védőoltás, annak a felvétele, a másodlagos megelőzési módszerünk pedig a szűrővizsgálat. A szűrővizsgálatnak pedig az a célja, hogy már a preklinikai szakban, amikor a betegség még tüneteket nem okoz, akkor felismerhetővé váljon az esetleges elváltozás. Ez még ilyenkor nem megbetegedés, hanem egy megelőző állapot, és így a terápiás lehetőségek aránya javuljon, illetve elkerülhetőbb legyenek a súlyosabb elváltozások. A szűrővizsgálatok ritka látogatása, az egészségtelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód mind rizikófaktort jelölnek és hozzájárulnak a magas megbetegedési arányhoz. Az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét célja, hogy ne legyen tabu a szűrés. Ami egy kicsit intimebb dolog, arról nem beszélünk, vagy sokan úgy állnak hozzá, hogy vele ez nem történhet meg, és egy ilyen tabu témaként kezeli ezt az egész szűrővizsgálatot, illetve sokan vannak úgy vele, hogy majd akkor jelentkezik, amikor már valamilyen tünetet észlel magán, de a tünetek azok sajnos nem az elváltozás kezdetén szoktak jelentkezni, hanem már, hogyha fennáll a megbetegedés, olyan tünet lehet például a fogyás, tehát testsúlycsökkenés, egy rendszertelen havivérzés, vagy pedig a hasi fájdalom. A minél magasabb átszűrtségi arány érdekében már védőnő által végzett alapellátás keretén belül is elérhető a szűrővizsgálat. Hazánkban a 7. osztályos lányok és fiúk számára térítésmentesen és önkéntesen vehető igénybe a HPV elleni védőoltás.